Vettem mindent, csak nevetek, a más semmit, bármit megteszek. Előadók a színpadon, a Szágyi falunapon szombaton. A település közösen pályázott a környékbeli falvakkal. Ez egy ilyen kistérségi összefogás, ami 7 települést foglal magába. A színpadon ugye ki lett rakva egy ilyen térkép, amin ez a 7 település szerepel. És ez a 7 település ugye nyert egy ilyen pályázatot, ahol minden településen ugyanez a szomszédünnep, mert ugye pályázatban ez egy szomszédünnepként lett beadva, mind a 7 településen ez a szomszéd ünnep meg lesz tartva. Most ugye mi vagyunk az elsők ebbe a pályázatba. Ez az a mikrotérségi térkép, amin szerepelnek a pályázatban résztvevők. Szágyon a kisebbség önkormányzatok is segítettek a szervezésben. 56 fő vallotta magát németnek, de ebből nem teljesen annyi, csak annak vallották magukat. Hát a nyelv az egyre jobban elmaradott. Nagyon kevesen tanulják már a németet is, inkább angol. Hát próbáljuk fenntartani, próbálunk egyre több programokat szervezni nekik, hogy azért mégis megmaradjon valami. 30-35 roma származású emberke él, kisgyermekek, úgy szint felnőttek. Hát próbáljuk a hagyományainkat ápolni, őrizni és ténylegesen aktívan részt venni, amiben tudunk. Most a tervben van ősztől egy kosárfonó tanfolyam, ami reményeim szerint meg fog valósulni. Ezen kívül beás nyelvből szerveznek oktatást a településen. A falunapra a Sásdi Hagyományőrző Táncegyüttest hívták el a kisebbségi önkormányzattól Szágyra. Majd megbölök én, ezt nem nőről vagy kettőre, ide madatba,